Sziasztok, ez itt a Futball Másnap, és sajnos egy idióta hülye vagyok, ugyanis az előző epizód végén elfelejtettem menteni, és így odaveszett a Sziget-Szent Miklós elleni mérkőzés. Próbáltam újra 2-0-ra kikapni, de nem sikerült, vagy sokkal többel kaptam ki, vagy egy bravúros döntetlenre futotta, úgyhogy most kikaptunk 1-0-ra, ez a legközelebb álló eredmény, amit sikerült kicsikarni, egy 92. percben szerzett Pölöskei Péter góla. Egyébként sokkal jobban fájna az ő gólja is, és a vereség is, ha nem az lett volna a cél, hogy kikapja 2-0-ra. Most már ez van, így folytatjuk. Ami érdekesség lehet, hogy Nyilas Dávidot kiállították ezen a meccsen, tehát ő most a Dabas ellen így nem tud pályára lépni. A Dabas ellen így fogunk felállni, Nagy Péter kerül be az eltiltott Nyilas helyére, egyébként pedig Feketét visszarakom a kezdőbe, mert valamiért itt a jobb szélen senkinek sem megy igazán, és papíron legalább ő a legjobb. Úgy érzem, hogy ő neki van a legtöbb esélye ott jól szerepelni. Hál' Istennek blokkolt a sorfal. Nagyon nem akarok megint az első 10 percben gólt kapni. Lőni viszont nagyon szívesen lőnék. Az jó játék! Ajjajajajaj. Na nem baj, legalább eljutottunk lövésig. Oké, csak nyugodtan, ne add el, ne add el. Ez az. Jó, azt Juhász befutja, mert gyors, mint a vellám. És vezetünk! Vezetünk! Dárdai megszerzi a vezetést! De jó kis támadás volt. Az, gyere, gyere. Azt reméltem, hogy esetleg megszerezzük az elrugott labdát, és akkor üres kapura lehet esetleg ívelni egyet. Jó, nyugi, csak tartsd meg, mindjárt fél idő van, nem szeretnék gólt kapni a lefújás előtt. Az tökéletes. Az nagyon jó kis passz. Van önbizalma Dárdainak. Ez az, mindenki kurva jól játszik. Ez az, meg lesz. Meg kell lennie. Igen. Ó, ha egy picit lett volna szíve továbbadni Feketének, akkor sima lövőhelyzet. Attól félek, hogy szögletből nem leszünk eredményesek nagyjából soha. Fejelés ez nem az erőssége a csapatnak eddig. Az viszont mekkora labda volt, és nem ment be. Egyszerűen véget ért ez a visszajátszó vagy bejátszó. Hát ez egy kegyetlen húzás volt a játék részéről. Ne! Ne! Ne add el, csak ne add el! Azaz. Szépen okosan járasd. Csak azért is adj. Baj van, baj van, baj van! Szépen megcsinálták. 11-es! Úha! Félek, hogy ezekben nem leszünk túl jók. Na gyerünk, Juhász! Ott van! Igen! Na most kell nagyon figyelni, srácok! Óriási eredmény küszöbén a csapat. Óriási! Pocsék 11-es volt, a lehető legrosszabb, gyengén, középre, laposan, vagy majdnem laposan. Aj, nem akarok egyből. Ne legyen egyből helyzet. Miért van egyből helyzet? De szép lett volna, ha Markos egy nádas nevű emberhez passzol. Keményen védekezni, srácok. Max 10 perc van hátra a meccsből. Áááá! Eddig lehetett örülni. De nem akarom ezt. Nyilván. Annyira FM, hogy elhiteti veled, és aztán teljesen elveszi tőled. Ez felfoghatatlan. Hogy kétszer is vezettünk, és 6 percet kellett volna kibírni ahhoz, hogy nyerjünk. És 4 perc alatt minden elveszett. Eljött a pillanat, amire vártam.
eljött az a mérkőzés, amikor a gyerekből férfi lesz. Mert ma, és most, és itt, Hódmezővásárhely csapata ellen kiesési rangadót fogunk játszani. És ha itt nem nyerünk, akkor sehol. Emellett a kezdőcsapat mellett döntöttem, Bíró eddig nekem tetszett, úgyhogy Bodnár Bíró, Halmai, Nagy, hátsó négyes, Olá, Nyilas, Szűcs lesz középen, és Juhász, Dárdai, Kerekes támad elől, mert a jobb szélen Fekete egyáltalán nem győzött meg eddig. Úgyhogy minden további fejtegetés helyett előre a győzelembe. Mekkora védés! Józsa! Ja, elhittem. Igen, a szép, te jó is. Fúj! Fúj, mi volt ez a lövés? Na, Dárdai! Kéne egy jó Dárdai varázslat, mondjuk ez! De Juhász akkor se találná el a kaput, ha az élete múlna rajta. A faszomat! A világ legundorítóbb góljával. Ha már Bírót megdicsértem, legalább fejelt egy gólt, hogy mi volt ez. Legyen fejes, nevezhetjük annak. Nem. Le akarta venni és belerúgták. Az nagyon nagy labda és be kéne lőni. Ezeket nem engedhetjük meg magunknak. Na, utolsó 10 perc. Az igazi hősök ilyenkor születnek. Igaz, ők nem adják el a labdát. Topolágon vagyunk, igaz? Majdnem. Talán ebből még lehet valami. Ha megmozdulunk, még az idén. De nem. Inkább hátul gurigázunk. Igen. És ott van! És ott van! 2-1 a 87. percben! Ugye nem fognak tudni egyenlíteni? Elsírom magam. Nem érdekel a Némedi Gábor, annak ad sárga lapot, aki nem szégyez. Akár az egész kezdőcsapatomnak. Fújd le! Fújd már le! Miért kellett? Ha Istenem! Fújd már le! Könyörögve kérlek, letelt. Itt van! Ott van, ott van, ott van, megvan! Az első győzelem! Az első győzelem! Dárdai Ádám vezérletével megnyertük az első bajnoki mérkőzésünket. Az epizód zárásaként a Ferencváros második számú csapatával fogjuk megveretni magunkat, és győztes csapaton ne változtass filozófia mentén. Nem változtattam, csak a kis padon, úgyhogy gyerünk! Egy minimális vereséggel már meg leszek elégedve. Nocsak, nocsak, 20 másodperccel a középkezdés után. Igen, eddig szépen kijövögetnek ezek a labdák, amúgy. Inkább azt mondom, hogy meglepően sokszor. És kitartottunk az első 10 percben. Pedig, hát azért vannak nevek. Ezt nagyon szépen berúgta Popov. Tehát mellette is van Csukics, Varga Roland a kezdőben, Gera Dániel. A Dávid Gera, bocsánat. Azt hittem leigazolták Gera Dánielt. Közben azzal a lendülettel megkaptuk a másodikat is, ahogy az ilyenkor lenni szokott. Nem nagyon van ilyenkor kinek adni, az a legnagyobb baj. Elgurigázgatunk, de aztán nem nagyon van beinduló ember, és aztán ugye jobb helyeken ez történik.
Kimért minket Popov Patrik. Jó. Azt írja a játék, valahogy sikerült mentenie Bodnárnak. Egy helyben állt, fel se fogta, hogy mi történik. Megint egy 20 másodperces. Érdekes, hogy ezt mindig meglőttük. Ezt nagyon bebaszta. Úgy mentem neki ennek a meccsnek, hogy háromnál nagyobb különbséggel nem akarok kikapni. Nem biztos, hogy össze fog jönni. És belevezette. Ment hátra keresztül, lehet rajta gyalogolni. Nem sikerült. Sajnos az emberi testről kiderült, hogy nem lehet csak úgy keresztül menni rajta. Tudom, nagy csalódás. Nekem is az. Kedves kerekes. De már jó. Hát itt kapus van! Már faragják a szobrot Józsáról. Megy a klubház elé. Csak saját ember találja. Fantasztikus. Oké. Na jó. Hát végül is megúsztuk hárommal. Elnézve a ellenfél kezdő csapatát, nem voltam benne biztos, hogy sikerülni fog. Sajnos ennyire vagyunk hivatottak. Ennyit tudtam kihozni a témából a 9. meccsre. Nos, így állunk 9 mérkőzés után az NB3-ban. Megszereztük az első győzelmet, aminek nagyon-nagyon örülök. Én azt gondolom, hogy reálisan nézve azt hiszem, hogy ennél sokkal jobb helyezést nem lehet elérni. Megvertük Hódmezővásárhelyet, szerintem őket meg tudjuk előzni, Mékeréket és Dabast meg tudjuk előzni, Dabas még sokkal rosszabbul áll, mint mi, ugyebár. Talán Komló elcsíphető szerintem, meg nyilván egy-egy pontra el tudunk kapni alsóházi csapatokat, de hát nagyon-nagyon meglepődnék, hogyha a 13-nál jobb helyet el tudnánk kérni. Én ezt a 15. helyet elfogadnám nagy örömmel szezon végén, mint egy ilyen kvázi bent maradó hely, ha úgy számolunk, mintha az utolsó három hely lenne a kiesés, úgyhogy hogy legyen valami tétje vagy célja a dolognak, vegyük úgy, mint hogyha ez volna az elérendő cél, és találkozunk a következő mérkőzéseken. Sziasztok!